Sziasztok! Ez a Pergamenre hány szavak csatornája, és a mai videóban érkeznek 2019 legrosszabb könyvei. Összegezzük akkor a legjobbak mellett azt is, hogy mik voltak a legrosszabb olvasásaim a tavalyi évben. Top 10-es lista, itt tényleg csak 10 könyvről lesz szó, és hát nagyon sajnálom, hogy van 10 könyv, amit a legrosszabbnak nevezhetek, de néhány igencsak rossz volt. Olyan sorrendben fogom mondani, hogy mi volt a legkevésbé rossz, és az első helyzet a leginkább rossz, és azt is el fogom mondani, hogy mire hány csillagot adtam. Úgyhogy nézzük is akkor sorban. 10. helyen végzett az Engedetlenség Naomi Eldermantől. Amennyire imádtam a Hatalom című könyvet, és a legjobbak közé soroltam a 2018-as évben, annyira nem szerettem ezt 2019-ben. Sajnos ez a könyv egyáltalán nem volt olyan, mintha Naomi Eldermann írta volna, úgy éreztem, hogy teljesen más, és ez nem lenne rossz, csak hogy ez engem egyáltalán nem kötött le. Nem érdekelt a témája, nem is gondolnám, hogy nagyon jó volt a témája, és hát végül is 3,5 csillagot kapott tőlem, szóval igazából nem volt ez annyira rossz, de bennem nem hagyott maradandó emléket, illetve azt az emléket hagyta bennem, hogy sokkal jobb volt a Hatalom. 9. helyen az Utazás a koponyám körül végzett Karinthy Frigyestől. 3,5 csillagot kapott ez a könyv is. Szerintem lehet, hogy rossz kor talált meg, meg lehet, hogy az is probléma volt nekem, hogy nagyon kicsik voltak a betűk, de nehezen is haladtam vele, meg nem is nagyon akartam vele haladni. Hát ahogy közeledünk Karinthy műtétéhez, én egyre inkább le akartam tenni ezt a könyvet, mert úgy éreztem, hogy igazából csak felesleges stresszforrás számomra ez a könyv, mert nagyon lehangoló volt, és közben pedig nem adott túl sok mindent, azon kívül, hogy elmeséli Karinthynak, hogy történt az agyműtéte. Én mást vártam egy ilyen című könyvtől, és ez a realisztikus elmesélés, ez engem tényleg görcsösített, és rossz érzéseim lettek tőle, és ez egyáltalán nem volt így egy pozitív olvasás. 8. helyen végzett a Napok térképe, ez is 3,5 csillagot kapott. Nagyon nagy csalódás volt az egész sorozathoz képest. A Vendorsanyom kisasszony különleges gyermekei, az egy nagy kedvencem volt, de már az első rész után elkezdett csökkenni a színvonala. Ezt a részt én nem is tudtam, hogy fog érkezni, de amikor megláttam, akkor úgy voltam vele, hogy hát mindenképp meg kell vennem, mert csodálatosan szépek, és a képekért igazán megéri elolvasni, de most úgy éreztem, hogy ezek a képek ilyen mondva csinált képek, szóval, hogy nem kapcsolódnak igazán a sztorihoz, a legérdektelenebb dolgokat jelenítik meg, és itt már így erőltetettnek éreztem a kapcsolódást a könyv és a képek között. Unalmas is volt, alig történt valami ebben a részben, úgyhogy valószínűleg én ezzel a résszel befejezem ezt a sorozatot. 7. helyen végzett, még mindig 3,5 csillagos értékeléssel a Bábel emlékezete. Magához a sorozathoz viszonyítva, ez megint csak egy nagyon nagy csalódás volt, egy rossz olvasás volt. Én úgy érzem, hogy a téljegyesei lassan indult be, nem annyira nyert meg magának, de a második rész annyira jó volt, és annyira sok csillagot kapott tőlem, hogy gondoltam, a harmadik rész majd ezt felülmúlja. De nem múlta felül, sőt, alulmúlta, úgyhogy én nagyon mérges voltam emiatt a könyv miatt, mert érzem, hogy ez igazából csak az utolsó rész előtti kis kitérő, ami csak felbosszant, mert körülbelül ugyanaz volt, mint az első rész. És elolvastam egy csomó oldalt azért, hogy végül megkapjam a lényeget, és ezt én nem szeretem. Ha sorozatot ír valaki, akkor vagy három részes legyen, és térjen rögtön a lényegre, vagy pedig legyen több részes, de akkor mindegyik rész önmagában is legyen értékelhető és értékes. És ez most nem volt az, úgyhogy ez egy csalódás volt számomra. 6. helyen végzett a The Sun and Her Flowers. Ez Rupi Kaur egy verses kötete, és ez volt az utolsó olvasmányom a tavalyi évből, de sajnos nem nyerte magának, 3 csillagot kapott, szóval ez már egy ilyen rosszabb, mint az előző felsoroltak, és szintén azt mondom, hogy Rupi Kaur első kötete, amit olvastam tőle, a Milk and Honey, nagyon megfogott, és úgy éreztem, hogy érdemes volt elolvasnom, ehhez képest ezt a könyvet már nem igazán éreztem jónak, meg igazából fontosnak sem, úgyhogy ezért felkerült erre a listára.
A top 3 lesz a legrosszabb, amit úgy igazán nem ajánlok nektek, de már a top 5 is olyan, ami borzalom volt. Viszont a top 10-ből az utolsó 5 az még inkább csak csalódás volt számomra, de nem azt mondom, hogy ne olvassátok el. Szóval 5. helyen végzett a Kőkemény, ami nem volt egy rossz olvasás, 3 csillagot kapott tőlem, de egy jó olvasás sem. Én azt hittem, hogy ez egy borzalmas olvasás lesz, sőt, azt hittem, hogy első helyen fog végezni ezen a listán, de igazából rájöttem, hogy ez mind marketing fogás, ami övezi ezt a könyvet, a borítója, a címe és a fülszöveg is olyasmit sugall, ami hatalmas botrány, és ami miatt majd mindenki el fogja olvasni ezt a könyvet, aki ilyesmit szeret olvasni. Helyette viszont egy teljesen átlagos, romantikus, erotikus történetet kaptunk, amiben semmi botrányos nincs, de tényleg. És engem eléggé felháborít ez a marketing fogás, ami így a könyv körül van. Mert bár a történet egyébként egy egyszerű romantikus erotikusnak teljesen rendben van, csak hogy az ilyen könyvekkel az a baj, így 3 csillag környékén, főleg a 3 csillagos könyveim olyanok, hogy se jót, se rosszat nem tudok igazán mondani róluk, és ezért a legrosszabb olvasások azok szerintem, amikről semmilyen véleményünk nincs, mert ennyire nem tudott megérinteni a könyv. Na, ez is egy ilyesmi olvasás volt. 4. helyen végzett, és ennél nem érvényes a semmilyen véleményem nincs, mert bár 3 csillagot kapott, de a Szárnyak és pusztulás udvara az évem 3 legnagyobb csalódásában benne van. Az első legnagyobb csalódásom az Outlander 5. része, ami bár 4 csillagot kapott tőlem, mert a sorozathoz viszonyítva még csak ennyire volt rossz, de óriási csalódás volt az éven, ez volt a 2. legnagyobb csalódás, a 3. pedig a Bábel emlékezete. Azért kapott ilyen előkelő helyet, mert hiába 3 csillagra értékeltem, ez a 2. és az első részhez képest borzalmas, förtelmes volt. Biztos, hogy nagyon sokan nem értenek velem egyet, és most megint beletiporok azoknak a szívébe, akik hatalmas akatárrajongók, és tényleg engem is nagyon magával sodort a sorozat, és nagyon-nagyon szerettem, félreértés ne essék, de ez a könyv nagyon bosszantott. És ezzel együtt a következő rész is bosszantott, a Fagy és csillagfény udvara, csak nem annyira, mint ez, úgyhogy ezért nem került fel erre a listára, de igazából ezzel a könyvvel minden olyan problémám megvalósult, amit én nagyon féltem, hogy elkövet majd ez a sorozat, meg ami hát így helyeközben jelen volt a többi kötetben is, de annyira jók voltak a részek, hogy eltekintettem felettük. Na hát most ebben a kötetben semmitől nem tudtam eltekinteni, mert ez borzasztó volt, és a következő része meg az volt a bajom, hogy semmit nem adott, semmilyen pluszt, úgyhogy főleg ez a rész volt az, amire úgy érzem, hogy nem voltam felkészülve, hogy ez ilyen rossz lesz, és rengeteg oldalon keresztül kellett olvasnom, szóval hibát hibára halmozott itt az írónő. Rájöttem, hogy ezek a könyvek nagyon-nagyon szuperek, az egész világ nagyon szuper, és nekem inkább az írónővel van problémám, mert nem tetszik, ahogy ír, és nem tetszik, amilyen hibákat elkövet, és amilyen gondolkodásmóddal írja ezeket a sztorikat. Részletes véleményt fogok mondani erről a könyvről, egyébként egy videóban, meg a következő részéről is, úgyhogy ott majd sokáig fogom ecsetelni, hogy mi volt a baj ezzel a könyvvel. És jön a top 3, 3. helyen a Szeress és hazudj végzett Kendall Ryan-től, amit én így ajándékba kaptam egy vásárlás során, és egy rövid kis romantikus sztori volt, gondoltam, hogy hát miért ne olvasnám el, de igazából nem voltam elégedett a könyvvel, sőt, nagyon is gögyi volt, mert hogy a fő történet szál egy erotikus regényhez tökéletes. Van egy lány, aki eladja a szüzességét, természetesen egy Adonis férfi veszi meg, nem egy undorító vénember, és a csaj végig azt várja a kötet során, hogy mikor veszi el a csávó a szüzességét. Mindeközben természetesen a csávó rettentő, kedvesen bevezeti az élvezetek világába, de nem veszi el a szüzességét, a csaj pedig szépen belehabarodik, és a végén már igazából ő kéri, hogy vedd már el, és a legborzasztóbb ebben a könyvben, hogy nem történik meg. Tehát nem veszi el a szüzességét a férfi, és semmi ilyesmi nem történik meg, ami a történet elején a legfontosabb szál lenne. Szerintem ez egy hatalmas rossz húzás az írónőtől, úgyhogy nekem ez egy nagyon olyan olvasás volt, hogy elolvastam,
és elpocsékoltam ennyi időt. Második helyen végzett a Mister, ami most nincs itthon nekem, de megvan, és ez egy nagyon hosszú könyv volt erotikus-romantikusnak, legfőképp ez volt vele a bajom. Ez is 2,5 csillagot kapott, mint az előző könyv. Nem volt egy jó olvasás, de csak azért nem, mert E.L. James-től én ennél sokkal, de sokkal többet várok. Én a Szürke 50 árnyalatát szerettem, ez van. Gondoltam, hogy akkor a Mister is, hiába ez teljesen más, nyilván nem vártam azt, hogy ugyanaz legyen, de hogy akkor valami jó romantikus-erotikus lesz, ami odaszögez. Hát rengeteg problémám volt ezzel a könyvvel, szerintem nagyon átlagos sztorira sikerült, és rengeteg hiba volt benne, és egyik szereplőt se tudtam szeretni, és hát erről még sokáig tudnék beszélni, van róla videó, hogyha érdekel titeket, hogy mi volt ezzel a baj, akkor mindent elmesélek róla. És hát az első helyen 1,5 csillaggal a Veszedelmes sorscsapás végzett, ami rettentő rossz olvasás volt számomra, ez egy romantikus, kicsi erotikus regény, és hát tudom, hogy rengetegen szeretik, de tényleg nem volt benne szinte semmi, amit nem olvastam már 500 másik könyvben, szóval semmilyen újdonságot nem tudott adni, és biztos vagyok benne, hogyha mondjuk először olvastam volna a könyvet, akkor nem ilyen rossz értékelést kap, de most olvasva ez egy nagyon klisés, gagyi történet volt, emellett pedig szerintem most így tényleg nagyon szigorúan, vaskalaposan nézve, rettentő rossz dolgokat sugall. Szóval nagyon sokszor olvasok olyat molyon, hogy ez a könyv azért volt nagyon rossz, mert azt sugallja, hogy a fiatalok így és így csináljanak, és akkor majd ez meg ez történik valami nagyon pozitív dolog, egy nagyon rossz dologgal kapcsolódva. És én ezt mindig szemforgatva olvasom, hogy ne legyünk már ennyire vaskalaposak, a fiatalok azért felfogják, hogy nem ez fog történni a való világban, tehát hogyha ő ilyen meg olyan rossz dologba belemegy, akkor nem jön a fehér lovon a lovag és menti meg. Hiába sugallja ezt minden második könyv. De itt tényleg úgy éreztem, hogy olyan, mint a Miután sorozat, az is a legrosszabb jaim közé ment, meg ez a sorozat is, hogy semmilyen újdonságot nem ad, de még izgalomban se tart, és mind a két szereplő nagyon ellenszenves, és mind a két szereplő csak mondva csinált okok miatt nincs együtt, és mind a két szereplő megalázza a másikat, és mind a két szereplő hülye, semmi erős jellemük nem volt a szereplőknek, erről is beszélek részletesen egy videóban. Engem nagyon idegesített ez a történet, és nem tudtam szeretni. Szóval ez volt a 10 legrosszabb olvasásom a tavalyi évből, és láthatjátok, hogy nem voltak annyira durvák, tehát az első helyezett az 1,5 csillagot kapott, az volt a legdurvább. De a 10. helyezett már, és az előtte lévők is, 3,5 csillagosak, ami nálam nem egy rossz helyezés. A 3 csillagig még olvashatóak a könyvek, és igazából nem szenvedtem nagyon velük. 3 csillag alatt már soha az életben nem venném még egyszer a kezembe. De a 3,5 csillagos könyvek általában nagy csalódások voltak, tehát nagyon sokat vártam ezektől a könyvektől, és egyáltalán nem kaptam meg ezt a nagy dolgot, amit vártam, úgyhogy ezért kerültek fel erre a listára. Inkább a csalódások éve volt ez a rossz könyvek terén nálam, mint a rossz könyvek éve, mert hogy, amint látjátok, sok nincs meg abból, amit rossznak ítéltem, mivel hogy tudtam, hogy nem számíthatok túl sok jóra. Ami pedig megvan, azok meg általában olyanok, hogy tényleg rengeteget vártam tőlük, egy sorozat részei, és nagyon alulmúlták a sorozatot. Hogyha lenne 11. helyzet, akkor az már a 4 csillagos kategória lenne, és akkor az Outlander 5. része is ide tartozna, sajnos. Soha nem gondoltam, hogy ezt fogom mondani, de az Outlander is bekerülne. De azért ez még annyira nem volt rossz, hogy erre a listára felkerüljön. Nem annyira erős ez a lista, nem kell annyira megijedni tőle, és nagyon sajnálom, ha benne van a kedvencetek, de egyszerűen én már nem vagyok toleráns. Főleg nem a sorozat részeknél. De én nagyon örülök neki, hogy egyébként ilyen kevés, alacsony csillagozású könyv van a tavalyi listámon, mert ez tényleg azt jelenti, hogy azért annyira sok könyvvel nem szenvedtem tavaly. Ennyit szerettem volna mára, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, légy írjátok le, hogyha ti is csalódtatok ezekben a felsorolt könyvekben, és írjátok le, hogy nektek mi volt az a 10 rossz könyv, amit tavaly olvastatok. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, sziasztok!